Nekem a legmeghatározóbb egyébként ez a pillanat volt. Egészen addig nem tudtam komolyan venni ezt a munkát, ugye sok diákmelóst is láttam, akik csak ülnek és nézik a vizet, és nem történik semmi. És akkor először láttam tényleg egy mentést, akkor tényleg úgy éreztem, hogy ez a szakma sokkal több annál, mint amit én gondoltam először. Nagyon sokszor türelmesnek kell lenni a vendégekhez, mert az is az munkánk része, hogy betartassuk velük a szabályzatot, a házi rendet, és az nem mindig zökkenőmentes. Én elsősorban gyógymasszörként dolgoztam itt, és egy sérülés miatt ezt tüneteltetnem kellett, és próbáltam egy legalább ugyanilyen felelősségteljes munkát keresni a földön belül, és hát pont volt egy képzési lehetőség, amire rejelentkeztem is, és valahogy így kerültem az úszómesterkedéshez. Azon kívül, hogy egy ilyen gyönyörű helyen dolgozhatok, mint maga a Széchenyi, ezen kívül én oda vagyok a vízért, tehát az, hogy egész nap a víz közelébe lehetek, ez nekem mindent megér.